Egyiptom. A Föld régészeti leletekben leggazdagabb területe. A minden itt! Wow. Csodálatos! A sivatag homokja alatt egy ókori civilizáció titkai rejlenek. Még soha nem láttam ehhez hasonlót. A régészet frontvonalában dolgozó csapatokat egy egész évadon át követjük, hogy korábban soha nem látott ásatásokra látogassunk el. Ez a legkritikusabb pillanat. Elásott kincsek. Ma szerencsések voltunk. Na hát, rengeteg múmia. Szörnyű bűz van. És felfedezések, amelyek átírhatják az ókori történelmet. Nem volt bizonyítékunk. Mostanáig. Itt kezdődött az egész. Istenem, erre sose számítottam volna. Ez alkalommal a régészek azt akarják megtudni, hogy miért nem épült több piramis. Istenem, ezek a hatalmas tömbök. Claire a hatalmas emlékművek építőmestereinek nyomát követi. Egyértelmű, hogy ezt a helyet elhagyták. Miriam a fáraók templomának rejtélyeit kutatja. Ez a 22-es sírból származik, ahol múmiák voltak. Alejandro pedig a túlvilággal néz szembe. Hihetetlen. A rég elfeledett dél-egyiptomi sírok között. Nem találok szavakat. Egyiptom elveszett kincsei. A piramisok halála. A Nílus nyugati partján a világ legikonikusabb építményeit látni. A gízai piramisokat. Egykor ezekben az építményekben helyezték végső nyugalomra a fáraókat. Ám a 3000 évig tartó egyiptomi civilizáció során az uralkodók csupán néhány évszázadon keresztül építettek piramisokat. Az egyiptológusok még most is azt kutatják, hogy vajon miért nem építettek több piramist a fáraók. Chris Naunton egyiptológus számára a fenséges építményeket kutatva egyre hihetetlenebbnek tűnik, hogy az egyiptomiak felhagytak az építésükkel. A gízai piramisoktól 16 kilométerre délre található Szakkara. Ha piramisokról beszélünk, akkor általában Gíza és Hufu fáraó piramisa jut eszünkbe. Jól lehet, az egész történet itt kezdődött. Chris Egyiptomba érkezett, hogy megtudja, miért építettek piramisokat közel 500 esztendőn át. A gízai piramisok előtt közel egy évszázada épült Egyiptom első piramisa, a 60 méter magas és 6 lépcsőből álló ókori mauzóleum. A pontosan megtervezett súlyelosztású sziklák azóta sem omlottak össze. A hatalmas, 8 méter széles és 25 méter mély akna alján Djoser fáraó végső nyughelyét találjuk. Azért építették ezt a piramist, hogy az uralkodó teste itt nyugodjék az örökké valóságig. Elképesztő belegondolni, hogy mennyi erőt és energiát fektettek egyetlen ember végső nyughelyének kialakításába. A múmia 6 méter hosszú és 3,5 méter magas szarkofágjának megépítéséhez hatalmas gránit tömböket csúsztattak le az aknákon. Istenem, ezek hatalmas tömbök! Egyszerűen lenyűgöző. A sír azonban nem csak a fáraó testét volt hivatott megőrizni az örökké valóságnak. A piramis célja az uralkodó túlvilágra való juttatása volt, és hogy az élők örökké emlékezzenek rá. A Krisztus előtt 2650-ben elkészült építmény építészeti forradalmat hozott. Djoser hat emeletes lépcsős piramisa csupán az első ilyen építmény volt. Az első kőből épült nagyméretű sír. Az elkövetkező 100 évben Egyiptom uralkodói szintén hatalmas sírokat építettek a Nílus nyugati partja mentén. Köztük egy geometriai szempontból tökéletes piramist, a Vörös piramist. De itt található a furcsa alakú tört falú piramis is.
ezután egy dinasztia megépítette Egyiptom legikonikusabb építményeit, a gízai piramisokat. Hufu fáraó nagy piramisa után néhány évszázaddal azonban egy új korszak köszöntött be. A piramisoktól 140 kilométerre délre Asszuánban volt egykor az ókori Egyiptom legdélebbi tartománya. Alejandro Jiménez Serrano professzor már 11 éve kutatja a területet, ahol több vagyonos kormányzó sírját is feltárta. Úgy gondolja, hogy fontos szerepet játszottak a piramisok hanyatlásában. A piramisok a hatalom szimbólumai voltak, és elválasztották az uralkodót a társadalom többi részétől, ezzel kiváltságot biztosítva számukra a túlvilágon. Míg a fáraók északon piramisokat építettek, a délen lévő elit egyre gazdagodott. Az örökké valóság elérése érdekében díszes sírokat vájtak a sziklák közé. Alejandro épp az ókori nekropolisz egy új korszakát tárja fel. Az ókori egyiptomi társadalom lenyomatát a temetőkben találjuk. Vagyis megismerhetjük, milyen volt az élet, ha feltárjuk a sírokat. Még csak reggel 8 óra van, de a csapat már is talált egy leletet. Meglátjuk, mennyire szerencsés felfedezés. Nem minden nap tárhatunk fel egy sírt. Szóval izgulok egy kicsit. A sziklák sima felülete hozta lázba a csapatot. Ezen a részen az ókorban simára faragták a sziklát, ami valószínűleg egy sír homlokzatát képezte. A természetes módon egyenetlen felszínű sziklafalat vésőkkel simították el. Ha ez egy előkelőség sírja, akkor feliratot is találni benne, és kiderülhet, hogy milyen szerepet játszottak a kormányzók a piramisok hanyatlásában. Az elitre volt jellemző az ilyen sír Kubet el-Hawában. Jelenleg a bejáratot keressük. The door. 640 kilométerrel távolabb a Nílus alsó szakaszának nyugati partján Chris a gízai piramisokat látogatja meg, hogy megvizsgálja a korszak fénykorát. Szeretné kideríteni, hogy mi módon fejlődtek az építmények a korai szakkarai piramisokhoz képest, és hogy mi vezetett a hanyatlásukhoz. A hatalmas kőépítményeket úgy tervezték, hogy megvédjék a fáraó testét a sírrablóktól, jóval a halála után is. Hufu nagy piramisának külső részét fényesen csillogó mészkőlapok és mészkőtömbök borították, melyek elrejtették az építménybe vezető, 18 méter magasan lévő keskeny folyosót, amit szintén lezártak. A behatolóknak 2 méteres gránit tömbökön kellett áttörniük magukat, hogy végül egy meredeken emelkedő, a piramis közepére vezető aknában találják magukat. Végül 3 nagy gránit ajtón keresztül érhették el az uralkodó testét, és a kincseit rejtő kamrát. A nagy piramis mellett Hufu fia Hafre is megépítette saját piramisát. Előtte számos emlékmű és templom kapott helyet. Ezek a feltámadását szolgálták. A papok áldozatokat mutattak be a piramisok árnyékában, hogy a fáraók neve tovább éljen. Az egyik építmény helyét körültekintően választották ki. Ez nem más, mint a rejtélyes nagy szfinx. Az ókori egyiptomiak különösen ügyeltek az építmények pontos elhelyezésére. A gízai fennsík egyik érdekessége, hogy ezeknek a hatalmas építményeknek az elhelyezkedését milyen nagy gonddal választották ki. A szfinx, az előtte lévő templom és a piramis egy vonalban helyezkedik el. Chris megpróbálja kideríteni, hogy mikor hagytak fel a fáraók a piramisok építésével. A szfinx mancsai között egy másik kőből faragott táblát találni, amit 1000 évvel később helyeztek el. Az álom sztélét. Azért nevezik álom sztélének, mert 4. Thotmesz fáraó
Trónra lépése előtti egyik álmát írja le, amelyben a Sphinx azt kérte tőle, hogy szabadítsa ki a homokból. A hieroglifák szerint hagyták, hogy a Sphinxet betemesse a sivatagi homok. De ha Thotmesz visszaállítja a szobor régi fényét, akkor nagy jutalomban lesz része. A negyedik Thotmesz képes helyrehozni a szobrot, és megtisztítja a homoktól, akkor cserébe a Sphinx átadja a királyságot a fiatal hercegnek. Vagyis, ha a negyedik Thotmesz megteszi, amit a Sphinx kér, akkor uralkodó lesz. Thotmesz úgy gondolta, ahhoz, hogy fáraó lehessen, dicső ősei kedvében kell járnia. És ügyelnie kell rá, hogy a nép emlékezzen a korábbi fáraókra és tisztelje őket. Amikor Thotmesz az egyiptomi hatalom virágkorát jelentő új birodalom fáraója lett, felújítatta a Sphinxet. Az egyiptomi kultúra ekkor már több ezer éves múltra tekintett vissza. Az első települések Krisztus előtt 5000 környékén jöttek létre a Nílus mentén, melyek a termékeny földet művelve létrehozták Egyiptomot. Krisztus előtt 2700 körül megalakult az Óbirodalom, a nagy piramis építők kora. Krisztus előtt 2175-ben azonban a civilizáció összeomlott, és Egyiptom káoszba süllyedt. 500 évvel később megszületett az új birodalom. Tutankhamon, Nofertiti és második Ramszesz aranykora. Ezek a fáraók azonban nem építettek maguknak piramisokat. Mire negyedik Thotmesz fáraó kiszabadította a Sphinxet a homok fogságából, Egyiptom legikonikusabb építményei már a feledés homályába merültek. De vajon miért? A piramisoktól 120 kilométerre keletre található, a Vörös-tenger partján fekvő Ain Sokhna. Claire Somaglino francia régész már 9 éve végez ásatásokat az ókori romok között. Úgy gondolja, hogy ezen a távoli helyen magyarázatot találhat a piramisok felemelkedésére és bukására. Számos építmény, amelyet talált, a piramis építések fénykoráig nyúlnak vissza. Az Óbirodalom korszakából több réteg is található itt. A területet Hafré uralkodása idején kezdték el használni. Ám azokat az építményeket, amelyeket eddig kiásott, nem használták hozamosabb ideig. Úgy tűnik, Ain Sokhna csupán egy tábor volt. Lakásokat, műhelyeket és főzőhelyeket találtunk, amikre szükségük volt egy-egy expedíció során. Így nagyjából 2-3 hónapig tartózkodtak ezen a helyszínen. Claire azt kutatja, hogy milyen nyomokat rejt a terület az egyiptomi piramisépítők koráról. A közeli sziklafalba vésett felirat talán segíthet. A száraz éghajlatnak köszönhetően megmaradtak az Ain Sokhna felett lévő sziklákba vésett feliratok, amelyek között vannak csupán 50 éves vésetek, de több ezer évesek is. Az egyik legrégebbi felirat negyedik Mentuhotep fáraó korából származik. Az áll rajta, hogy uralkodásának első évében csapatokat küldött el, hogy rézércet gyűjtsenek. Utána pedig első Amenemhát fáraó 4000 embert küldött egy expedícióra, ami akkoriban hatalmas szám volt. A feliratok alapján arra következtetnek, hogy Ain Soknában állomásoztak az expedíció tagjai, és innen indultak útnak, hogy a piramis építéshez szükséges alapanyagokat beszerezzék. A kövek véséséhez elengedhetetlen volt a réz. Claire szerint az alapanyag a Vörös-tenger túloldaláról, sínai bányákból érkezett. Amikor a fáraónak több rézre volt szüksége, egy hadsereget indított a sivatagon át kelet felé. Szétszerelték a hajókat, magukkal vitték őket, majd összeszerelésük után átkelhettek a Vörös-tengeren. Az emberek 2 hónapon keresztül dolgoztak a sínai bányákban, és több száz kiló rézércet bányáztak.
Miután megrakták a hajókat, visszatértek Egyiptomba, hogy folytassák útjukat a Nílus és a piramisok felé. Az ásatások során megtalálták Einsocknak kikötőjét, ami kulcsfontosságú szerepet játszott a piramisok építésében. A réz stratégiai fontosságú alapanyag volt, mivel ebből állították elő a piramisok, a szfinx és a korabeli nagyméretű építmények elkészítéséhez használt szerszámokat. Ahhoz, hogy Claire bizonyítékot találjon a piramisok hanyatlására, ásnia kell. A Nílus nyugati partján található Egyiptom ókori temetkezőhelye. Crystal Alvarez hieroglifa szakértő egy olyan piramist kutat, amely a régészek szerint a korszak utolsó ilyen építménye. Második Pepi fáraó sírja 400 évvel az eredeti szakkarai lépcsős piramis után épült. Na hát, csodálatos. A zöld cím még mindig nagyon élénk. Olyan nyomok után kutat, amelyek megmagyarázzák, miért ért véget a piramis építések kora. Hieroglifák borítják a falakat. Köztük pedig megtalálható a fáraó nevét tartalmazó uralkodói szimbólum is. Ez a királyi kártus. Azt írják, hogy élni fog és sosem hal meg. Ez a szövegrészlet ismétlődik folyamatosan a falon. Hufu piramisában, Gízában a falakat üresen hagyták. Ám itt, Pepi sírjában, varázsigékkel írták tele, hogy így segítsék a fáraót a túlvilágra jutásban. A különbség a többi piramishoz képest, hogy itt annyi szöveget írtak a falra, amennyit csak lehetett. Minden négyzetcentimétert kihasználtak. A piramis építő fáraók egyre nagyobb mágikus védelmet akartak a testüknek és a lelküknek. A szövegek révén próbálták fenntartani a piramisokba vetett hitüket. De hatalmuk lassan megrogyott, és a birodalom összeomlott. Második Pepi uralkodása során szárazság, éhínség és lázadás pusztított az országban. A túlvilági élet miatt aggódva a fáraó varázsigékkel látta el a sírját, hogy így biztosítsa lelkének nyugalmát. Második Pepi örökös nélkül halt meg. Így a hatalmi harcok miatt egy évszázadon át gyenge és rövid életű királyok uralkodtak. Pénz és erőforrások hiányában a piramisok kisebbek voltak a korábbi nagy építményekhez képest. Az óbirodalom végén a királyok csak rövid ideig uralkodtak, és legtöbbjüknek nem találtuk meg a sírját. A civilizációt meghatározó piramis hagyomány gyakorlatilag eltűnt. Kobet el-Hawában a dél-egyiptomi Asszuán városa mellett Alejandro azt reméli, az ókori egyiptomi elit sírjainak feltárása magyarázatot adhat a piramisok eltűnésére. Ha ez a laposra vésett fal egy sír, akkor a benne rejlő titkok épp a lábuk alatt hevernek. Észrevesz még egy bejáratra utaló jelet. Termeszek nyomait látjuk. Előszeretettel fogyasztják a fából készült szarkofágot. A rovarok útját követjük. Mivel értékes leletek lehetnek a közelben, a csapatnak szüksége van Alejandro tapasztalt kezére. Itt van a bejárat. Csodálatos. Igen, megtaláltuk az ajtót. Csodálatos. Igen, nem találok szavakat. Valószínűleg mi vagyunk az elsők, akik 4000 év után először látják.
A szépen kivágott nyílás éppen olyan, mint amilyet a piramis építések kora végén a dél-egyiptomi elit készítetett magának. Óriási pillanat ez a csapat számára. Versenyt futnak az idővel, hogy még naplemente előtt sikerüljön feltárni a bejáratot. Mindössze néhány órájuk maradt. Délelőtt van. Alejandro Cubetel Hawaii ásatásán a segítők munkaideje délután egyig tart. Bár a termeszek elvezették a sírhoz, a bejárat kiásásához a csapatnak a sír előtt lévő teljes területet meg kell tisztítania. Ha nem tennék, a homok visszafolyna a sírkamrába. Alejandro arra keres bizonyítékot a sírban, hogy a nagyhatalommal bíró egyiptomi nemesek felemelkedése hogyan vezetett a piramisok korának végéhez. Abban a korszakban, amit jelenleg feltárunk, a fáraó uralkodott. Közvetlen alatta pedig a vezír szolgált. Ő hozzá tartoztak a tartományok kormányzói, vagyis a sírban lévő személyek az állam harmadik embereinek számítottak. Alejandro több mint 11 éve dolgozik a területen, és az ásatások során kiderült, hogy ebben a korszakban a fáraók lassanként elvesztették hatalmukat. Amíg a fáraók gyengébbek lettek, az egyiptomi kormányzók gazdagabbá váltak. Alejandro kiderítette, hogy épp akkor, amikor II. Pepi fáraó megépítette saját piramisát, mely valószínűleg az utolsó volt, Cubetel Hawa kormányzójának sírjai egyre nagyobb kiterjedésűvé váltak. Pepi uralkodása alatt 5-ször nagyobb lett a mérete. A túlvilág már nem csak a fáraók kiváltsága volt, és nem csak egy piramis által lehetett odajutni. Reméljük, hogy a most feltárt sírban is valami ilyesmit fogunk találni. Ez a vakajtó arra szolgált, hogy az elhunyt rajta keresztül jusson az áldozati ajándékokhoz. Az egyiptomiak úgy hitték, hogy az elhunyt lelke megmutatja magát a látogatóknak. Hogy a túlvilágon életben maradjon, étellel látták el. Ha a mostani ásatáson is egy ilyen ajtót találnak, a rajta lévő feliratok információval szolgálhatnak a kormányzó piramis építések kora végén gyakorolt hatalmáról. Reméljük, hogy az új sírban a feliratok nem csak az elhunyt személyét, hanem a társadalomban betöltött szerepét is megmutatják. A nap végére sikerült annyira feltárni a területet, hogy egy ember bejusson az ajtón. Alejandro enged a kísértésnek. Rengeteg a homok. És fosztogatásnak nincs nyoma. Az ókori Egyiptomban sok sírt kifosztottak. Még a gízai piramisokat is feltörték és kirabolták. Mivel a sírt szemmel láthatóan nem fosztották ki, Alejandro reménykedik benne, hogy a több tonna homok alatt talán különleges kincseket találhat. A régésznek türelemmel kell dolgoznia, hogy néha szerencsével járjon. Ain Soknamban a Vöröstenger partján Claire csapata új feltárási helyszínt nyit. Minden oké? Kolléganője Adeline Batz régész a fáraók rézexpedícióinak történetét kutatja. Adeline rétegelemzést végez, ami azért olyan érdekes, mert több korszakból származó réteget találtunk ezen a területen. Segíteni jöttél? Nem, csak megnézem, mit csinálsz. Több edényt is találtunk. Egy ugrást lát a rétegek között. Kiválóan látni, hogy mikor használták a területet, mivel hamu, agyag és homok keveredett össze. Ezek a rétegek az Óbirodalomból származnak. A rétegelemzés rámutatott, hogy a területet ekkor elhagyták. A piramis építők korában a szél és az árvizek hatására
Vastag sárréteg rakódott le itt az állomásozó munkások tűzrakóhelyének maradványaira. A nyomok alapján több mint egy évszázadon át senki sem járt itt. Ez azt bizonyítja, hogy a piramisok hanyatlása és a fáraók rézexpedíciói között összefüggés van. Az uralkodók miután a vagyonuk megcsappant, nem tudtak többé piramisokat építetni. A piramisok kora olyan gyorsan ért véget, ahogy elkezdődött. Jól lehet, a fáraók továbbra is hittek a túlvilági létben. Vajon a későbbi uralkodók hogyan biztosították útjukat a túlvilágra? Hétszáz évvel második Pepi utolsó piramisa után az új birodalom fáraói újból megszilárdították hatalmukat Egyiptom felett, és a birodalom központját Thébába, a mai Luxorba helyezték át. Krisz a Níluson átkelve azt vizsgálja, hogy hogyan biztosították az új birodalom vezetői a túlvilági létet. A vagyonos fáraók Hufuéhoz hasonló sírt is megengedhettek maguknak. Ám a régi fáraók uralkodását követő káoszban a piramisokat feldúlták. Az ókori szövegek szerint a sírrablók a testeket kivették a sírokból, és az áldozati ajándékokat is elvitték. A fáraók múmiáit ellopták vagy tönkretették, és ezzel örökké tartó életük is semmivé foszlott. Ezt megelőzendő az új birodalom fáraója első Thotmesz forradalmasította az uralkodói sírokat. A déli kormányzókat követve a sziklába vájta végső nyughelyét. Azt tervezte, hogy múmiája elrejtésével védi meg a testét. A Thébától nyugatra lévő völgyben egy 200 méter mély aknát ásatott a hegy mélyébe. A föld alatti kamrában a túlvilági élethez helyeztek el kincseket. A gazdagon díszített sír mélyén egy szarkofág őrizte az uralkodó testét. Példáját követve az elkövetkező 500 évben számos másik sírt, valóságos palotákat ástak a hegy gyomrába. A föld alatt lévő halott uralkodók városát ma úgy ismerjük, a királyok völgye. A völgy egyik legjobb állapotban fennmaradt sírja, Egyiptom egyik legnagyobb fáraója, harmadik Ramszesz végső nyughelye. Amint az ember belép, azonnal látja, milyen monumentális a sírkamra. Mindenütt díszes falakat látni. A hieroglifikus feliratok mellett a királyt hatalmas képeken ábrázolják. Egészen lenyűgöző. A második Pepi fáraó által épített utolsó piramis sírfelirataihoz hasonlóan Ramszesz is azt remélte, hogy a varázsigék segítik a feltámadáshoz vezető veszélyes úton. Ez az út rendkívül veszélyes volt, amelynek során számos démonnal találkozott. Az istenek segítségével azonban, akik végigkísérték a sírban, képes sikeresen megtenni az utat. Az új birodalom fáraói úgy hitték, hogy a piramisokkal ellentétben a sziklába vájt sírokban biztonságban lesz a múmiájuk. Ramszesz emberei azonban semmit sem bíztak a véletlenre. Különleges aknákat vájtak a sziklába. Ez a sír egyik mély kútaknája, ami jellemző a királyok völgyében található sírokra. Ezzel próbálták meg elriasztani a sírrablókat. A falat istenek képével díszítették. Bár Ramszesz sírját több száz méter mélyen a hegy mélyébe vájták, az uralkodó attól félt, hogy kirabolják a kamrát. Annak ellenére, hogy a sírt lezárták, és az elképzelés szerint soha többé senki nem jött ide-vissza, a falakat csodálatosan díszítették, amit valószínűleg csak az isteneknek szántak. Mindössze egyetlen probléma adódott. Az örökké valósághoz nem csak a király testére volt szükség. Az élőknek emlékezniük kellett az elhunytra. A piramisok mellett emlékművek és templomok épültek, ahol a papok a halott fáraó emlékét őrizték. Ramszesz nem akarta egy piramissal hirdetni, hogy hol rejlik a teste és a kincsei. Inkább egy emlékművet emeltetett.
A Nílus nyugati partján, Tébához közel, harmadik Ramszesz egy 25 méteres kaput építetett, amelyre képeket vésetett, amelyeken az ellenségeit pusztította el. A kapu mögött a halotti templom két udvara helyezkedett el, amelyeket a róla mintázott szobrok díszítettek. Az innen nyíló kápolnában egy vakajtó kapott helyet, amely előtt az áldozati ajándékokat helyezték el. A templomot egy vályog téglából épült, 9 méter vastag fal vette körül, ami közel 1 kilométer kerületű volt, erődítménnyé változtatva a templomot. A harmadik Ramszesz templomától másfél kilométerre az új birodalom egy másik fáraójának emlékműve magasodik. Harmadik Thotmesz az Élet felajánlása nevű halotti temploma. A templom romba dőlt, de dr. Miriam Seco Alvarez azon dolgozik, hogy visszaállítsák egykori fényét. Amikor 2008-ban megkezdtük a munkát, mindenütt homok volt, ameddig a szem ellát. Azt próbálja meg kideríteni, hogy ezek az építmények miként szolgálták a piramis nélküli fáraók túlvilágra jutását. Manuel Abaera régész a falon kívül keres nyomokat arra, hogy hogyan használták a templomot. Minden leletet, amit kiásnak a templom körül, aprólékosan dokumentál. Nagyszerű. Köszönöm. Az ókori egyiptomiak ételeket hoztak az elhunyt fáraónak, köztük datóját. A 3500 éves gyümölcsök között azonban értékesebb dologra is bukkant. Sört tartalmazó korsókat is találtunk, ami az egyik legfontosabb ajándék lehetett. Több ezer ilyen korsóra bukkantunk. A sörös korsók révén Javier Martínez Babon régész jobban megismerheti a templom történetét. Egyes edények későbbi fáraók nevét viselik. Ezen például negyedik Thotmesz fáraó neve olvasható. Ezen pedig Tutankhamoné. Királyok és királynők tettek felajánlásokat az egykori fáraónak. Az edények azt bizonyítják, hogy Egyiptom uralkodói több száz éven keresztül tartották életben harmadik Thotmesz nevét, amíg a múmiája a királyok völgyében biztonságban volt. Miriam azonban felfedezte, hogy az egyiptomiak nem csak sört és ételt hagytak a templomnál. A munkaidő vége előtt néhány perccel Miriam csapata egy sírt talál. Az ásatásokon szigorú szabályok vannak. A csontvázakat nem szabad kint hagyni éjszakára. Ha egy testet találunk, még aznap ki kell emelnünk. Ha valami különlegesre bukkanunk, akkor biztonságba kell helyeznünk. A csapat keményen dolgozik, hogy az ókori csontváz biztonságba kerüljön éjszakára. 20 percen belül végeznünk kell, ezért muszáj sietnünk. Az árnyékba vigyétek. Percekkel a munkaidő vége előtt a csontváz biztonságba kerül és készen áll a vizsgálatokra, amelyek során talán kiderül, hogy a piramisok után épült templom miképpen segítette túlvilágra a fáraót. A harmadik Thotmesz fáraó temploma mellett kiásott csontváz nem az első, amit Miriam csapata talál. Több mint 125 testre bukkantak a homokban, melyek többsége egyedül volt a sírban. Egyelőre rejtély, hogy miért temették ide őket. Néhányuk kiváló állapotban maradt meg. A testek talán fényderíthetnek arra, hogy miként használták harmadik Thotmesz fáraó templomát az uralkodó halála után. Miriam minden egyes ókori testet átvizsgált, hogy valami nyomra bukkanjon. Egy teljesen betekert múmiát akar megvizsgálni, de nem akarja leszedni a vászon tekercset. Dr. Roger Seiler fogász röntgengépet használ a vizsgálathoz. Azt akarjuk megtudni, hogy ki volt ez a személy. Nő volt-e vagy férfi? Mennyi idős lehetett? És mit evett? Mindent meg akarunk tudni, amit csak lehet.
Itt van a feje. Roger megvizsgálja a koponyát, hogy kiderüljön az elhunyt neme és kora. Ez a személy 18-20, esetleg 25 éves lehetett. A fogai egészségesek, szóval fiatal volt. Azt tudjuk, hogy férfi volt vagy nő? A jelek arra utalnak, hogy nő volt. Nő lehetett? Talán nő volt. Ezt az álformájából gondolom. A röntgenfelvétel alapján úgy tűnik, egy fiatalasszony testét találták meg. Ez a 22-es sír a késői korból, ahol a múmiát találtuk? Igen. A sírt 1000 évvel a templom építése után ásták, ami azt mutatja, hogy az építmény jóval harmadik Thotmesz fáraó halála után is szent hely volt. Ha ennyivel később is emlékeztek rá, akkor a túlvilági élet biztosított volt számára. Tovább kell vizsgálódnunk, hogy még többet megtudjunk. Miriam szeretné kideríteni, hogy kik voltak ezek az emberek, hogy megtudja, miért temetkeztek ide. Több tucat múmiát vizsgálnak meg, amiket a helyszínen találtak. Hiányzik a feje. Igen. Ebben a csomagban szerintem a belső szervek vannak, vagyis külön mumifikálták a szerveket, majd visszarakták a testbe. Jó minőségű mumifikációs technika. Ezek szerint bizonyos elhunytakat nagy gonddal mumifikáltak. Kiváló minőségben. Értem. A múmiák alapján magasrangú ókori egyiptomiak temetkeztek ide az egyiptomi civilizáció vége felé. Úgy hitték, hogy a hely segíthet számukra, hogy a lelkük a túlvilágra jusson. A csapatnak tovább kell vizsgálnia a talált leleteket, de a kapott eredmények fényében a testet egyelőre nyugalomba helyezhetik. A maradványokat óvatosan 4,5 méteres mélységbe eresztik. Ez az egyik legkritikusabb pillanat, ami mindig aggodalommal tölt el. Óvatosan, óvatosan! A múmiát elhelyezték a sírkamrában. Szép munka. A csapat biztonságba helyezte. Még egy szemét helyeztünk nyugalomba. In peace. Miriam kiderítette, hogy a templom 1000 évvel harmadik Thotmesz fáraó halála után is szent hely maradt. Örök életének emlékét tovább ápolták, miközben teste a királyok völgyében biztonságban nyugodott. Az új birodalom fáraóinak terve úgy tűnt, hogy működik. Kubet el-Hava hegyei között a mai Asszuán közelében Alejandro és csapata közel 30 köbméter homokot távolított el az újonnan felfedezett sírból. Kint és bent is egyaránt dolgoztunk. És végre elérkezett a pillanat, hogy megnézzük, maradt-e valami az eredeti temetkezésből. Ha a sírkamrában feliratokat és temetkezési kincseket találnak, talán azonosítani tudják az elhunytat, és kideríthető, hogyan temetkeztek a piramis építő fáraókkal versenyre kelő nemesek. Több csontot is látok. Vajon kihez tartoznak a megmaradt csontok? Az Alejandro által talált emberi maradványok egyértelműen arra utalnak, hogy egy sírt találtak Kubet el-Havában. Az elhunyt nevét és státuszát azonban csak a feliratok fedhetik fel. Ha egykor múmia feküdt a sírban, talán értékes kincsek rejlenek a szomszédos kamrában. Hihetetlen. Ugyanaz van itt is, mint a másik kamrában. A második sírkamra is üres. Valószínűleg sírrablók vitték el a kincseket. Alejandro azonban látja, hogy nem csak a sírrablók pusztítottak. A falakon lévő nyomok alapján más is történt itt. Ideben szarkofágok voltak, és talán több láda is. De a termeszek mindent megettek.
Sosem láttam még ehhez hasonlót korábban. Bárhová nézünk. Látják? Ezek termeszek. Utálom a termeszeket. Elég szomorú. De ez... benne van a pakliban. Menjünk. A piramisokhoz hasonlóan a sziklába vájt sírok sem tudták mindig megvédeni gazdájukat a pusztítástól. Az alaposan kigondolt és a túlvilági életet biztosító tervek meghiúsultak. Kobet el-Hawa gazdag nekropolisza egy nap talán többet is elárul arról, hogy a piramisok hanyatlásában milyen szerepet töltöttek be a déli kormányzók. Minden évben nagyon szerencsések voltunk, hogy itt dolgozhattunk, Kubet el-Hawa-ban. Három új sírt fedeztünk fel, és 9 érintetlen sírkamrát. Sajnos az is világos, hogy néha a történetnek más a vége, mint amire számítunk. Ez alkalommal Alejandro nem talált értékes hieroglifákat. Legközelebb talán nagyobb szerencsével jár. A királyok völgyében az új birodalom fáraói a hegy gyomrába fájták sírjaikat, hogy a sírrablók ne találják meg őket. Krisz minden idők legikonikusabb sírjához látogat el, amit nem raboltak ki. Tutankhamon sírját 1922-ben Howard Carter régész több réteg törmelék alatt fedezte fel. Ez volt az a pont, ahol Carter lyukat ütött a sírkamrát eltorlaszoló falon, és beláthatott a sír előterébe. Ez volt az a pillanat, amikor feltették neki a kérdést: látsz valamit? Amire csak annyit válaszolt, hogy csodálatos dolgokat. A sír előkamrájába látott, ami tele volt különféle tárgyakkal, akár csak a sír többi része. Carter Egyiptom aranykorának legkülönfélébb kincseit találta meg. Köztük a fáraó híres halotti maszkját. Krisz számára a Tutankhamon sírjának gazdag kincseiről szóló történet nem teljes. Bár a sírkamra tele volt kincsekkel, a sír maga nem volt érintetlen. Tutankhamon temetkezési bútorai rendszertelenül helyezkedtek el, arra várva, hogy elvigyék őket. A sírkamrát valószínűleg a temetés után, vagyis Tutankhamon testének elhelyezése után néhány nappal rabolták ki. A kisebb értékeket magukkal vitték a tolvajok. A nagyobb darabokat azonban hátrahagyták, amiért talán még vissza akartak jönni, de valami megállította őket. Ma már tudjuk, hogy egy hirtelen áradás pusztított a völgyben, ami hordalékot rakott le a sírkamra bejáratánál. Miután a völgy kiszáradt, a hordalék megkeményedett, és olyan lett akár a beton. Áthatolhatatlan volt, és a sír pontos helye a feledés homályába veszett, míg 1922-ben Howard Carter fel nem tárta. 1800 év után akkor látta először emberi szem a sírt. Tutankhamon sírja nem az egyetlen sír a királyok völgyében, amit az ókori rablók kifosztottak. A felfedezett sírok mindegyikét kirabolták, vagyis a sírkamrák nem nyújtottak nagyobb védelmet, mint az őket megelőző hatalmas építmények. A piramisok nem tudták felvenni a küzdelmet az elszánt sírrablókkal szemben. Több éves szárasság és belső konfliktusok után a fáraók már nem építethettek ilyesmit. Máshogy érték el a halhatatlanságot. A piramisok mindörökre az ókori világ legnagyszerűbb ikonikus mementói maradnak.